több előadást azt ketten fogjuk tartani. Egy olyan projektet fogunk bemutatni, ami régóta húzódik, és reméljük, hogy hamarosan le fog végre záródni. Egy weboldalt fogunk teljes egészében megújítani, ami a magyar fonosítók közösségének a weboldalt. Jó szabad szoftveres fonosítóknak egy ilyen hiba követő rendszer. Nézzük, hogy mi a jelenlegi állapot és miért van ez. Jelenleg egy jegykezelő, hibajegykezelő szoftver fut ezen a doménen, és ide lehet bejelenteni azok a fordítási hibákat, amelyeket a különféle fonosított szoftverekben találhat. A probléma ezzel az, hogy egyrészt nincs ez nagyon promotálva a dolgokat, tehát mindenképpen népszerűsíteni kéne a dolgok kicsit, illetve gyakorlatilag nagyon kevés projekthez jelentenek be hibát. Ami további problémája a jelenlegi hiba követő rendszernek, hogy eléggé régi verzió fut itt, és ugyanez egy nyílt forrású dolog, a frissítés sajnos már nem ingyenes, hanem licenszhez kötött, már nem is nyílt forrású az a verzió, amelyik lehet egyébként frissíteni. Úgyhogy a frissítés az egyáltalán nem megoldott, tehát mindenképpen a cserevelet döntöttünk. Illetve még érdekes, ez csak egy ilyen kis vicskernek az oldalnak, hogy magyar fonosítók közösségének egy angol nyelvű oldala van. Tehát ez így nem az igazi, ezen változtatni kellene. A mostani rendszerben föl vannak véve projektek, és ezekhez a projektekhez lehet hibákat bejelenteni, ezt szerettük volna az új rendszerben is így megtartani, tehát nem csak így összevennék be a hibák, hanem ki lehet választani, hova a hibákat, megkapja hozzá egy felelős személy, és akkor ő meg tudja ő maga javítani, pedig tudja, hogy ki az, akit meg kell pingelni ahhoz, hogy a javítást hiba bejelentés az így néz ki, egy klasszikus hiba jegy, le lehet írni, hogy mi a probléma, tárolja a bejelentőt, illetve lehet feltölteni dokumentumokat, képernyőképeket, vagy valamilyen mentést, ami bemutatja ezt a hibát, hogy hol találja. Amit mi szeretnénk ebből csinálni, az mindenképpen egy kicsit informatívabb kezdő oldalt hozzátenni, ugyanis a mostani oldal az gyakorlatilag egy-egybe átvezet erre a hibajegykezelőre, az új felhasználó nem is tudja, hogy ezzel mit kell csinálni, szeretnénk neki egy olyan információt nyújtani, hogy merre tud elindulni, illetve hogyha segíteni szeretne a fordításban, akkor ezt merre tudja megtenni. Így fog majd kinézni ez az új kezdő oldal, ezen mindenféle információt megtalál, a tananyagtól kezdve a súgóig, hogyan kell használni az oldalt, és mindenféle leírásokat, illetve a projektek hozzájárulhat. Jó, és akkor átadnám a szót az újdonságokat, akkor Laci fogja elmondani, hogy miben más az új oldal, mint a... Weboldalhoz továbbra is fog tartozni egy jelentő rendszer. Ennek kicsit visszafogottabb a felszíne. Külön terület lesz a hiba megoldóknak, és külön lesz a hiba bejelentésekre az új rendszerben. Ez egyébként a Jira helyett már OTRS-re fog épülni. És az, amit itt látok, ez egy abban a rendszerben kialakított, lényegben névtelen bejelentő oldal. És bárki, aki felfedez egy általa használt programban egy fordítási hibát, akkor szépen felnavigál az openscope.org-ra, akkor rákattint a hiba jelentésre, és lényegében ezzel a területen fog találkozni. Ki tudja választani a neki megfelelő programot, hogyha nincsen, akkor értelemszerűen nem tudom a programot választani. És lényegében egy levelező klienshez hasonló szövegdobozt kell kitölteni, ad neki egy egyszerű tárgyat, szövegmezőt, ha szükséges, beágyazza a képernyőképet, meg egy mellékletet. Tehát nem egy túl bonyolult dolog. A Jirában ott blogszerűen épült fel egy bejelentés, láthattátok az előző képernyőt, egyébként megtörtént a bejelentés, az volt maga a blognak a tartalma, és onnantól kezdve hozzászólás formájában lehetett kiegészíteni, illetve folytatni a párbeszédet
a szoftverbonosítóval, vagy aki éppen még hozzászólt valamilyen fontos input. Ebben az esetben itt már ugye egy levelezőt hoztam fel példaként, itt is lényegében kilistázva lesznek, mint egy levelezőben a bejelentések. Lesz egy összesítő, ahol át lehet tekinteni időrendben a bejelentéseket, és lesz külön, hogyha valaki regisztrál erre az oldalra, akkor külön le fogja gyűjteni azokat a bejelentéseket, amiket ő maga küldött be a rendszerbe. Látható egy tudásbázis link, ez a tudásbázis link az előbb látható weboldallal lesz összedrótozva, tehát az a weboldalon látható linkek, ami különböző projektekhez, illetve leírásokon mutattak, azok ezekben a tudásbázisokban fogják beirányítani a felhasználókat. Itt a terv az, hogy minden egyes projektnek egy projektgyűjtő oldala legyen, ott mindenféle hasznos oldalt, vagy hasznos információt felírjunk ebbe az oldalra. Kezdve azzal, hogy hol érhető el a projekt, hol lehet hozzá csatlakozni, magához a fordítóközösséghez, vagy fordítóközössége hogy tudja felvenni a kapcsolatot, illetve terve van véve az, hogy a projektek önmaguknak tudnak programokat szervezni, illetve hát még nagyon kezdeti fázisban van, de a kiemelkedő fordítóknak egyfajta bemutatkozó profil is lesz ez, ahol adományokat lehet nekik felkínálni. Ugye Magyarországon ennek nincs nagy kultúrája, de azért, hogyha figyelitek a népszerű programokat, ugye egyébként minden egyes programnak a weboldalán ott van, hogy milyen csatornán keresztül lehet támogatni ezt a kezdeményezést, hasonlóképet szeretnénk itt is kialakítani. Ez, hogy ez pontosan hogy fog megvalósulni, tehát a pénzügyi mozgás az hogyan fog megvalósulni, illetve milyen lehetőségek vannak, amit a magyar törvénybe is könnyen át lehet vezetni, ez még picit kialakítás kérdése, de már maga a környezet az fel lehet alakítva. És akkor beszéltük azt, hogy a bejelentkező oldal az kicsit másképp néz ki. Igen, ők lesznek a hiba bejelentők, ők egy teljesen más felületen, más címen fognak tudni belépni ebbe a rendszerbe, és őket fogja ez a kép fogadni. Mindenki a hozzátartozó bejelentést tudja majd kezelni. Nagyon ebben nem akarok belemenni, aki már egy jegykezelő rendszert, egy hiba követő rendszert használt, ugye itt egy informatikai körről van szó, akik informatikai területen dolgoznak, azok hasonló rendszerre már dolgozhattak, találkozhattak ilyennel, rendezve jelennek meg itt a jegyek, és ami az extra, hogy és itt, akik itt vannak képviselők a csoportoknak, projekteknek külön-külön tudunk felszínt biztosítani. Ezt hasonlóképpen el kell elképzelni, mint a számítógépeknek például egy háttérkép cseréje. Tehát, hogy felkészítettük a rendszert arra, hogy legyen különböző felszín minden projektnek, hogyha erre igény van, akkor a hiányzókat is elkészítjük, de mindenkinek igyekszünk a kedvében járni, és hasonlóképpen alakítottuk ki a bejelentő oldalt is, tehát elkészítettük külön az Ubuntu-s bejelentő felületet, elkészítettük külön a LibreOffice-t, a GNOME-ot is, hogyha ezek az oldalak beágyazzák a hiba bejelentőt, belinkelik a saját oldalukon, akkor lényegében egyedül arculattal fog megjelenni nekik ugyanaz a felület, amit egyébként általánosságban használnak a bejelentők. Az emlegetett tudásbázis, némi információt már töltöttünk fel, ez maga a publikus felület. Nyilván a bőség az belül lesz, tehát akik regisztrálnak, azoknak egyre több funkciót fogunk kínálni, mert vannak olyanok, amik a szoftver működéséből adódóan belső fiókhoz van kötve, de igyekszünk, illetve maga a honlap is a nyitó oldal erre a publikus oldalra fogja elérni a felhasználókat. Itt lesznek majd alkategóriánként felsorolva a projekt lehetőségek, illetve hát az ilyen közösségi kezdeményezések, mint a fordító hétvégig is ide lesznek feltöltve az események. Hát eléggé tág annak a köre, ahol ez alkalmazható az a tudásbázis. Bízom benne, hogy azok, akik korábban a zsirát használták, azok legalább olyan intenzitásra fogják ezt a rendszert is igénybe venni, illetve alkalmazni, és a hiba megoldók, azok pedig könnyen át fognak állni erre az új rendszerre. Úgyhogy mi ennyivel készültünk.
ha van bármi kérdésetek, akkor szívesen állok rendelkezésetekre, illetve általában itt maradni, úgyhogy akár egy üdítő mellett is tudunk erről beszélni. Igen? Történelmi okok volt. Hanem melyik angol nézők? Open School. Igen, hát az történelmi okokból van. Ez olyan, mint a LibreOffice-ból a tündér, hogy át lehet nézni varázslóra, csak annyit tankönyv és annyi leírás használ a tündérként, hogy ha átírnánk, akkor nagyon gondot okoznánk vele, mint ha hagyjuk úgy, ahogy most van. Egyébként ez is az a helyzet, hogy akik használják, azok így szokták meg, és ha most ezt átneveznék, akkor ebből nagyon edző, mint amennyit nyerünk azzal, hogy a magyar nyelv van. Csak úgy érzem, hogy a célközönség, a kihívások fejlődnek, lehet, hogy egy kicsit ide kell. Pláne azért használjuk magyar szoftvernek, nem is tudjuk a bejelentés. Szüleim lesz mindenki. Semmi gond, a bejelentés általában úgy működik, azért a népszerű oldalak, és itt egyébként buzdítunk mindenkinek, akinek olyan közösségről van szó, szóval van legalább egy kis közösségi weboldala, hogy ágyazza be a linket, mert hogy projekt szinten elérhetők ezek. A LibreOffice, említettem az Ubuntu-t, ezek mind be tudják építeni, tehát hogyha valaki LibreOffice hibát akar, problémát akar bejelenteni a fejlesztő fele, akkor nyilván a LibreOffice.hu-ra fog rámenni, ott van külön menüpont, hogy hibajelentés, arra rákattint, és át fogja őket irányítani. Nem kell attól félni, hogy valaki nem tudja ezt legépálni. Egyébként eléggé népes tábora van a OpenScope-nak, bízunk benne, hogy ez csak nőni fog azáltal, hogy egy kicsit modernizáljuk ezt a környezetet, hogy akik eddig használták, azok is fogják, illetve bízunk benne, hogy a sajtó is mellé fog állni, ennek, hogyha már sikerül végre karácsony falát tenni, akkor lesz ennek egy sajtó hírverése. Ha a sajtó is mellé áll, akkor nagy dobra lesz verve, és bízunk benne, hogy mindenki bementi a könyvjelzők közé, onnantól kezdve teljesen mindegy, hogy van leírva az internet cím. Én arra buzdítok mindenkit, hogy hibát talál a szoftver fordításával, akkor ezt jelentse be. Egy kérdésem ez, hogy a VirtualBox-ot ki az, aki használja? Jó. Ki az, akit zavar a nyitó oldal az elgépelés, ami ott van benne már régóta és senki nem jelenti be? Mert nézzétek majd meg, pont a nyitó képen, ahol leírja, hogy hogyan kell létrehozni. Tessék? Magyarban biztos.
Igen? Igen, az egy tudásvár is bejelent. A projekt alatt azt mondjuk, hogy mi van akkor, ha valaki hibát szeretne bejelenteni, és nem találja a programot ebben a listában. Igen, de szerintem akkor leírjuk neki, hogyha nem találja, jelentse be úgy, hogy válasz az, hogy nem tudom, küldje be, és hogyha túl sok sűrűn érkezik bejelentés ahhoz a programhoz, nyitunk neki egy új projektet. Tehát ez a hibajelentő, ez a terve között szerepel az is, hogy ezt folyamatosan fogjuk kezelni, illetve hogyha egy olyan közösség érkezik, akinek nincs felülete, ahol hibákat tudjon fogadni, de közösség igényli, akkor arra is van egy bejegyzés, hogy hol kivel kell felvenni a kapcsolatot, és ha pozitív elbírálás alá kerül, akkor neki nyitunk külön egy projektet, plusz beengedjük őt a hiba megoldásába is. Tehát például most hétvégén lesz az Zero AD-nek a fordítása, 0AD-i van egy a játék neve. Ennek a játéknak még nincsen nyitva projekt ebben a rendszerben, tehát az a link az azt jelenti, hogy hiba bejelentése nem létező projekt esetén, tehát a játék létezik, de itt még nem létezik a projekt, tehát hogyan kell bejelenteni egy hibát. És amikor látjuk azt, hogy tömegével érkeznek a Zero AD-i hiba bejelentések, akkor viszont nyitni fognak egy projektet, mert úgy látjuk, hogy van értelme. De ahhoz, hogy valaki bejelent egy hibát, ahhoz nem biztos értelme. Köszönjük szépen a figyelmet!